Sziasztok! Megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Miért is vágtam bele a mentor programba? Egyszerű a válasz, ekkora szaktudást egy helyen, ennyi idő alatt elsajátítani, megtanulni, kipróbálni szerintem máshol nem lett volna lehetőség, vagyis én legalábbis nem találkoztam még ilyennel. Így egyértelmű volt már a legelső e-mailnél, a legelső hirdetésnél, hogy emellett elmenni, úgyhogy nem próbálom ki, esztelenség lenne. Egy évvel ezelőtt hát egy jó rajztudással bíró emberkének tartottam magamat, aki még tud is, meg szeret is festeni. Nyilván ehhez az is hozzájárult, hogy voltam Péternél alaprajz tanfolyamon, tehát jobbat féltek is alaprajz tanfolyamon, meg pont májusban lesz egy éve, hogy voltam Andinál alapfestő tanfolyamon, de nem gondoltam azt, hogy nekem ez az év nem adhat, sőt, én biztos voltam benne, hogy rengeteg új dolgot, és már az első három hónapban a grafit rajznál kiderült, hogy bizony rengeteg sok dolog van, amit még tanulni, mélyíteni lehet, illetve kell. A nagyítással való rajzolás, illetve a különböző árnyékolási technikák, ezek teljesen új dolgok voltak. Nekem a vonalas árnyékolási technika az ilyen wow, és még mindig wow, hogy lehet úgy is, és milyen jó dolgokat lehet rajzolni. Én azért választottam az Elite csomagot, mert én szeretem a személyes találkozást, a személyes kontaktust, mert akkor rögtön van visszajelzés a nehézségre, a hibákra, a kérdésekre, és hát két gyerekes apukaként azért jóval egyszerűbb úgy alkotni, hogy egy kicsit elvonulva, és nyilván ez a két szempont volt, amit szem előtt tartottam. De pont ez az év cáfolta erre rá, hogy lehet úgy is alkotni, sőt kell is úgy alkotni, hogy itthon, nem csak tantermi keretek között, mert mind a mellett, hogy havonta vannak a tantermi tanfolyamok, emellett otthon is rengeteg és folyamatos feladataink vannak, amiket csinálni kell, és nyilván mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, hogy ezt most milyen mértékben is, hogy valósítsa meg, és meg kell valósítani itthon, és pont ez az év, ami ezt megdöntötte, hogy csak hermetikusan és csak teljes nyugalomban és csendben lehet alkotni. Nyilván az az ideális, de az élet nem az ideális esetek halmaza. Az életemet hát mindenképp jó irányba változtatta meg ez az egy év. Van 10-20-valahány képem, tehát ha már csak számokban mérjük ezt a dolgot, akkor 20, vagy nem tudom, egy néhány képpel több lettem, és hát a tudás mindenképp, a technikai tudás, tehát az, hogy én egy évvel ezelőtt, hogy én a pasztelt azt se tudtam, hogy eszik vagy isszák. Jó, nyilván ez egy nagy túlzás, mert nem így van, de életemben a kezembe sem fogtam, és nem ismertem volna magamtól ezt kipróbálni. Attól tartottam a legjobban, és szerintem most az az egyik technika, amit a legjobban szeretek, főleg a pasztel portrézás, és nyilván ezt úgy mondom, hogy tudom, hogy ez még csak az út eleje, tehát még rengeteg sok minden van ebben, amit ki kell próbálni, meg kell tanulni, és csinálni kell, de én egy évvel ezelőtt álmodni sem mertem volna, hogy ilyen pasztelportréim lehetnek esetleg, és hát a sok pozitív dolog, amiben változott az életem, nagyon sok embert megismertem, ha csak az Elite csoportot nézem, de ugyanúgy a Facebook csoport alkotó emberkéit, akikkel hát nem napi kapcsolatban vagyunk, de ilyen virtuális kapcsolatban vagyunk, és nézzük egymás alkotását, és ez hihetetlenül inspiráló, hogy akár ugyanazt a témát is
a különböző emberek mennyiféleképpen látják, illetve festik, rajzolják, valósítják meg. Ez hihetetlen jó dolog, és hát mindenképp pozitív irányba változtatta az életemet, és ez még csak nagyon merem remélni, hogy ez még nagyon csak az eleje ennek a dolognak. És amit én mindenképp fontosnak tartok elmondani rólatok, az hogy az nem kérdés, hogy szakmailag felkészült-e a Valdorárt, mert csak fel kell menni a weboldalra, és meg kell nézni, hogy hányféle lehetőség van a tanulásra, és ez egyértelmű, ez nem kérdés. De az, ahogy csináljátok, ahogy ösztönzitek ezt a 101 néhány embert, meg ez csak a mentor program, de mind a mellett hány tanulótok online, illetve tantermi tanulótok van, és hogy ezeket az embereket valahogy úgy tudjátok ösztönözni, hogy a végeredmény az, hát ez. És ez a legnagyszerűbb. Tehát, hogy ti már az elején tudjátok és látjátok, hogy az a krikszkraksznak kinéző valamiből lesz egy jó kép, és mi vagyunk az utolsók, akik éppen rajzoljuk, akik ezt el tudjuk hinni, de ti már az első pillanattól látjátok, hogy ez az lesz, és ezt addig viszitek végig, amíg tényleg mi is elhisszük, és tényleg abból a krikszkrakszból egy kép lesz. Úgyhogy köszönjük!